A város üzemeinek büszkesége a húsipari vállalat. Igazán korszerűvé csak az utóbbi 4 évben vált, s azóta nem csak az országból, de a szomszédos államokból, sőt nem csak Európából, hanem más világrészekből is egyre több szakember érkezik az üzembe tapasztalat cserére. Sertésből 500, marhából 260 darabot dolgoznak fenn naponta. Egy műszak terméke napi 8 tonna hús készítmény. Az utóbbi években épült zsírolvasztóban nem győznek elég köpösztyűt készíteni. Az Állategészségügyi Ellenőrző Szolgálat laboratóriumában a szakemberek új technológiákat dolgoznak ki. Befejeződött a korszerű fürdők, öltözők és étterem építése is. Joggal büszke az egész város az Egyesült Izzó új üzemegységére is. Légkondicionált csarnokaiban közel 3000 fő dolgozik. Több mint 3 millió forintos beruházással bővült ez az üzem a harmadik 5 éves tervidőszak alatt. A negyedik 5 éves terv végére munkás létszáma 4-5 ezer főre emelkedik. Főleg női munkaerőt alkalmaznak. Amióta az Egyesült Izzó üzemel, véglegesen megoldottnak mondható a női foglalkoztatottság Gyöngyösön. Sőt a környék falvaiban is, ahonnan külön autóbuszok szállítják a dolgozókat. 1971-ben pedig még újabb 250 fiatalnak biztosítanak munkát. Nem hanyagolt el a város az egészségvédelem kérdését sem. Az iparosítás arányában növelték az orvosi rendelők számát. Most már 4 gyermek és 9 felnőtt orvosi rendelő működik. Ez az intézet 1966-ban létesült az Olimpia úti lakótelepen. Az STK rendelőben évenként körülbelül 500 000 dolgozó részesül orvosi ellátásban. Az ország egyik legnagyobb ipari beruházását találjuk Gyöngyös-Visontán, a Gagarin tőerőművet és Torez bányát. A külszíni bányában óriási maró és szállítógépek dolgoznak. Először a földet távolítják el a lignit tetejéről. A szállítószalagok hatalmas hegyeket hordanak össze. Jelenleg 2 darab 100-100 megawattos blokk dolgozik. A Torez bánya a szomszédos Gagarin hőerőmű részére termeli és szállítja a lignitet. A meddőföldön sarjad az élet a hozzáértő munkanyomán. A szőlőkultúra itt is szép eredményt ígér. 1970 a 3-as számú 200 megawattos blokk első párhuzamos kapcsolásának éve. S hogy a több mint 1000 dolgozó részére meglegyen a megfelelő sportolási alkalom, 1969-ben megkezdték az Energia ST sportpálya építését. A déli város rész festői környezetéhez már birtokukba is vettek a fiatalok. A Karácsondi út mellett épül a Honvéd pálya is. Szépen haladnak, hiszen nem gond a munkaerő. A kiskatonák szívesen áldozzák szabadidejüket, hogy részesei legyenek már az építkezéseknek is. Úgyis őket szolgálja ez is, no meg a város is. Milyen büszkén mutogatják a már elkészült fürdőt. A központi fűtést, a tágas öltözőt, és a hideg-meleg vizes mosdót.
Most már hamarosan megkezdődhet az intenzív sportélet itt is, és a komoly anyagi áldozatokkal kibővített és megszépített francfürdőn is. A tervszerű edzések mellett a nyári napokon több ezer fürdőző is szívesen ludiszkol a vízben. Az ország legjobb sportolói itt készülnek versenyeikre. A felújított sportüdülő megnyitotta már nyilvános éttermét is. Ez is nagyon fontos létesítménye a városnak, hiszen Mátraházán évenként több ezer dolgozó keresi a kikapcsolódást, az üdülést, és minden bizonnyal meg is találja, ha ilyen kulturált termekben jó zene mellett töltheti szabadságát. Csak idén, de annál tágasabb termekkel nyílt meg újra a Magyar Tudományos Akadémia üdülője Mátrafüreden, ahol több száz értelmiségi találja meg a pihenés, kikapcsolódás lehetőségét. És a megérdemelt pihenést kulturált körülmények között már 3 éve élvezhetik a város munkában fáradt öregjei is. A napközi otthonban gyorsabban telik a nap, jól esik egy kis beszélgetés, emlékezés a fiatalságra, ami elmúlt, és könnyebb felejteni a kézi munkába merülve, vagy egy-egy jó könyv fölé hajolva. Megbecsül a város öreget fiatalt, ezért létesítette a napközistábort is Mátrafüreden, ahol a szép nyári napok után az erdészeti szakiskola növendékei veszik birtokukba az épületeket. A jól felszerelt szakmunkásképzőben nagy gondot fordítanak a szemléltető oktatásra. Ők lesznek az erdők vigyázói és gondozói. Nem kell messzire menniük a diákoknak. Itt épült meg ugyanis a művelődési otthonnal kibővített diákszálló, amelynek klubját igen sokan látogatják. A könyvtár forgalma meghaladja az átlagos forgalmazási számot. Az Orci kastélyban elhelyezett központi könyvtár forgalmával is elégedettek a szakemberek. Nem is csoda, hiszen a könyvállomány gyarapítására és korszerűsítésére 1970-ben 100 ezer forintot fordítottak. A kultúraházában megnyílt az új állandó kiállítás. A Mátra címet viselő természettudományi kiállítás bemutatja a vidék ősi állatvilágát. A rovarokat. A látogató természetes környezetében ismerkedhetik meg a vadfajtákkal és a gazdag ásványi kincsekkel. A helytörténeti anyagot is sokan tanulmányozzák. A múzeum képzőművészeti anyagából a Városi Művelődési Osztály kiállítást rendezett a művelődési otthon nagy termében, amelyen az élő alkotó művészek munkái szerepelnek.
A déli városrészen bővült az óvodai hálózat, az igényeket azonban a 3-as és 4-es óvoda létesítése sem tudta a kellő mértékben kielégíteni. A tanács saját erőből kibővítette a 4-es óvodát, ami sokat enyhített a nagy gondokon. A modern, jól felszerelt óvodákban ügyesen mozognak az apróságok. Gyöngyös iskolaváros. Iskoláit naponta 7000 fiatal látogatja. Az új szakközépiskola 1970-ben nyitotta meg kapuit. Tanműhelye jól felszerelt. Az új iskola finommechanikai, műszeripari és gépészeti tagozatokon képezi ki a jövő szakembereit. A zenei élet központja a város szívében egy régi épületben működik. A szolfés sem kellemetlen, ha játékosan tanítják. Az állami zeneiskolában sokan látogatják a hegedű szakot, mások a klarinétot kedvelik, de vannak pártfogói a zongorának is. A felsőfokú mezőgazdasági technikum méltó helye lesz majd a tudományos tanácskozásoknak is, de már is 150 tanuló sajátítja el itt és a tangazdaságban a növénytermesztés tudományát. Az elmélet itt válik anyagi erővé. Újfajta oltószalagot kísérleteztek ki, és ma már termesztik a fagyálló, valamint a magnélküli szőlő. A mátrai szőlővidék szívében két évenként felhangzanak a fanfárok, hogy ünnepélyes keretek között nyílhasson meg a gyöngyösi szüret. Az egyhetes rendezvény sorozat kiemelkedő kiállításai a Heves megyei képzőművészek, a virág és a fotókiállítás. De nem vonz kevesebb látogatót a vadászati, és a mezőgazdasági kiállítás sem. Egyik nagy szenzáció 1969-ben a vaddisznó sütés volt. A szüreti felvonulás régi szép hagyománya a városnak. Azok tiszteletére és emlékére rendezik, akik szorgalmas munkájukkal a kiirtott erdők helyén az omladozó sziklákat termővé varázsolták. Az egykori öreg tűzhányók ereje a borba költözött. Nagy ilyenkor a városban a vendégjárás, hiszen jól tudják, szőlő, szüret, telepohár, muzsika, dal, vigalomvár,
gyöngyösen azokra, akik Bacchusnak oly szívesen áldozgatnak.